mindenkit szeretettel köszöntünk. Egy pici játékra hívunk benneteket. Felismerés lesz, biztosan fogjátok átvenni, micsoda. Játékos feladatok a Lippa is nyílt napon. A gyerekeknek itt még egyszerű a dolguk, zöldségeket, gyümölcsöket kell felismerniük. Volt, ahol telefonon töltöttek kvízjátékot, de műszaki ismereteikről is számot adhattak a vállalkozókedvűek. Hát fel kell ismerni, rá kell ismerni az alkatrészre. Ilyen pályaorientációs napot évek óta szervez a Nemzeti Agrárkamara az Északi Agrárszakképzési Centrum Nyíregyházi Mezőgazdasági Tagintézményében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségével és támogatásával 130 tanuló érkezett három általános iskolából. Tulajdonképpen az idejövetelüknek a célja az, hogy aki motivált a mezőgazdaság iránt, otthon gazdálkodó szülők vannak és gazdálkodnak, jószágot tartanak, szántóföldi növénytermesztéssel, kertészettel foglalkoznak, a kapuink nyitva állnak mindenki előtt természetesen, és várjuk őket, hogy az elméleti és gyakorlati tudásukat is elmélyítsük. Ezen kívül nyilvánvaló, hogy minden olyan érdeklődő, akinek nincs gazdálkodási tapasztalata a szüleinek, és nincs gazdálkodási háttere, aki érdeklődik a mezőgazdaság valamilyen ágazata iránt, azt szívesen látjuk és várjuk iskolánkba, akár szakképzőiskolában, akár technikumban. Az általános iskolából érkező diákok technikumban és szakképzőben is tanulhatnak értékes szakmát. Ha 9. évfolyamosokról beszélünk szűkebb értelemben véve, akkor két útat járhatnak be. Az egyik a technikumi képzés, ami 5 évig tart, és technikusi oklevéllel és érettségi vizsgával zárul. A másik pedig a szakképzőiskolai út, ami 3 év után egy mondjuk úgy régi megnevezéssel, hogy szakmunkás bizonyítvánnyal zár. De természetesen a tanulásnak a további útja előlük sem elzárt, hiszen 2 év alatt érettségi vizsgát szerezhetnek, és tulajdonképpen azt követően akár technikusi képzésbe is bekapcsolódhatnak, vagy felsőoktatásba is bekapcsolódhatnak. Technikumban 2 szakmát kínál az intézmény, a mezőgazdasági technikus mellett kertésztechnikusokat, a szakképző iskolában pedig gazdákat, kertészeket és mezőgazdasági gépészeket is képeznek. A Lippainak Apagyon és Tiszabercelen is van tanüzeme. Előbbiből érkeztek idéglenesen ezek az állatok, hiszen itt főként állattartási gyakorlatot, míg Tiszabercelen a növénytermesztéssel kapcsolatos gyakorlati ismereteket tanulhatják meg a diákok. A nyílt nap keretében egyébként ide el is látogathattak a fiatalok.